Jó estét kívánok! Ünnepélyes keretek között adták át Sárosdon azokat az újonnan épült szociális bérlakásokat, melyekbe hátrányos helyzetű családok költözhetnek jövő tavasszal. A beruházás része egy országos felzárkóztató programnak. Ha velünk tartanak, megtudhatják a részleteket. Hazádnak gyermeke egy völgyet örökölt. Régen nem értettem, mit szeressek én. Mi lenne én velem, ha nem szeretnék? Szerdán délelőtt adták át Sárosdon azokat az újonnan épült szociális bérlakásokat, melyekbe összesen 32-en költözhetnek be. Sztojka Attila, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója azt mondta, a kormány 2017-ben hirdette meg a komplex lakhatási programot azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeit javítsa. Ennek keretében az ország 83 településén zajlik az úgynevezett komplex telep program, mely körülbelül 45 ezer embert érint. Magyar kormány 2017-ben a komplex lakhatási programot hirdetett meg, azzal a céllal, hogy a lakhatási körülményeket javítsa a hátrányos helyzetű embereknek. Ennek keretében jelen pillanatban Magyarországon 83 településen fut komplex telepprogram, és ennek körülbelül 45 ezer embert kell, hogy elérjen, és ezen belül is fontos kiemelni, hogy körülbelül 10 ezer ember az, akire egyéni fejlesztési tervet készítünk. A másik, amit ki kell emelni, az pedig a lakhatási eleme, hiszen két részre bontódik az egész program. Az egyik a humán szolgáltatások, amely az egyén teszi képessé saját lakhatási helyzetének a javítására, a másik pedig az építői típusú, pontosabban infrastruktúrális fejlesztése, amelynek keretében az önkormányzatok bevonásával szociális bérlakások épülnek, ahogy itt Sárosdon is történik. Nagyságrendekkel azt kell elmondani, hogy körülbelül 410 szociális bérlakás fog épülni ebben az országban, éppen azzal a céllal, hogy átmeneti lakhatást biztosítson a mély szegénységben, hátrányos helyzetben élő emberek számára. Fontos még egyszer kihangsúlyozni, hogy átmeneti lakhatás, hiszen a cél az, hogy az egyén váljon képessé saját lakhatási helyzetének javítására, és ebből a szempontból egy komplex szolgáltatásokat is biztosítunk. Egyrészt azzal, hogy az egyén keretében foglalkoztatásra, képzésre, személyes tanácsadásra adunk lehetőséget, és ennek keretében az infrastruktúrás lábán belül pedig egy úgynevezett szolgáltató pontot létesítünk a telepszerű lakhatási környezetben, amelynek a célja az, hogy ott helyben segítsük az embereket, és a problémákat ott helyben oldjuk meg. Nem az kell, hogy legyen a cél, hogy szociális bérlakások épüljenek ebben az országban, hanem az, hogy az emberek saját tulajdonú lakáshoz jussanak. Ez adja a stabilitását, és ez egy összességében Magyarországon egy nagyon-nagyon fontos cél, és azt gondolom, hogy mindenkinek ez kell, hogy a szem előtt lebegjen. A családpolitikai rendszer az megfelelő támogatást tud biztosítani arra, hogy saját lakáshoz jussanak az emberek. Ugyanakkor van Magyarországon egy olyan réteg, aki nem feltétlenül tud még önerőből eljutni saját lakáshoz, és annak a fejlesztési útnak, ha úgy tetszik, a társadalmi mobilitási folyamatában kell segítséget, támaszt nyújtanunk az ő számukra. Számukra épülnek ezek a házak, vagy részükre épülnek, bocsánat, ezek a házak, és alapvetően azzal a céllal, hogy a fejlesztési időszakuk alatt megfelelő lakhatást biztosítva a munkaerőpiaci esélyeik növekedjenek, képzettségi szintjük megnőjön, és azzal, hogy megfelelő lakhatási körülményekből lépnek ki a munkaerőpiacra, megfelelő képzettséget szerezve, állandó jövedelemhez jutva képesek lesznek arra, hogy a családtámogatási rendszer és támogatásait kihasználva önerőből is tudjanak lakást vásárolni. Ez pedig azért is lényeges ennek az egész komplex intézkedésnek, mert alapvetően a fenntarthatósága is rendkívül fontos. Tehát az elmúlt 20 évben sok olyan program indult Magyarországon, amelyeket sok esetben egy egyszerű megoldással, de mégis népszerűnek tűnő dologgal igyekeztek megoldani, és amikor a működését megvizsgáltuk és megnéztük, akkor arra jöttünk rá, hogy az önmagában nem volt elegendő és nem volt fenntartható. Éppen ezért a komplex teleprogram egy olyan fenntarthatósági elemeket is tartalmaz, amely biztosítja hosszú távú megoldásokat. Mi abban vagyunk motiválva, hogy ebben az országban minél nagyobb számban és minél nagyobb hatékonysággal bárhol is éljen ember,
ugyanolyan eséllyel rendelkezzen. A 2011-ben elindult közfoglalkoztatási program keretében 2013-14-ben már 6 család helyzetén tudtak szociális bérlakással segíteni. Ezt már a település polgármestere mondta, aki hozzátette, a cél most is ugyanez, hiszen még mindig sokan élnek a szegregátumban. Elmondható, hogy Sárosnak ugye van egy rétege, aki kicsit hátrányosabb helyzetből indul, mint a többiek. Mi az elmúlt időszakban nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ezeknek az embereknek valamilyen formában segítséget nyújtsunk. Ez egy összetett kérdés, hiszen itt már a 2011 óta induló közfoglalkoztatási programoknak a munkahely teremtésének, illetve a piacra történő munkaerőpiacra történő elhelyezésével kapcsolatban is már nagyon sokat tettünk. 2013-14-ben már a közfoglalkoztatási programon belül is építettünk 6 szociális bérlakást, ami 6 családhoz került, és ez a 6 család előre tudott lépni abból a helyzetből, amiben eddig volt. Munkahelyen rendelkeznek, és nem azon kell gondolkodniuk, hogy van-e fedél a fejünk fölött, vagy éppen hogy oldom meg a lakhatást, hanem tudnak az előrelépésre, megélhetésre koncentrálni. Ebből kiindulva úgy gondoltuk, hogy ebben a programban mi is részt szeretnénk venni, hiszen a KSH adatai szerint ugye Sározon is van szegregátum. Ugye ebben a szegregátumban olyan emberek laknak, akinek nincs meg a 8 általános a szakképesítése, illetve ugye a megélhetése, illetve a bérese éri el azt a szintet, ami alapján ő önállóan esetleg meg tudna élni, rá vannak szorulva a családtámogatásokra, illetve rá vannak szorulva a segélyezésre. Önkormányzatunk régóta eldöntötte, hogy mi nem a segélyezés útját látjuk, hanem az, hogy ezeket az embereket a megfelelő munkaerőpiacon el tudjuk helyezni. Ezért nagyon sok mindent megtettünk, képzésbe vontunk be őket, illetve próbáltunk utat mutatni a munkaerőpiac világába, ami elég sikeres is volt, hiszen még 13-ban 70-80 fő volt az átlagos közfoglalkoztatott a létszámunk, ez ma már nem haladja meg a 10-15 főt. Ez a program, amelyben most részt veszünk, ugye az 162, illetve a 241, ez egymáshoz teljes mértékben összeillik. Van egy humán fejlesztési része, ugye, amelyben a családokat egyéni fejlesztési tervekkel, állandó szociális munkásokkal segítjük, illetve ugye képzésekre fogjuk őket beiratni, illetve hát a gyerekek oldalán is megpróbálunk utat mutatni, hogy a munkahely, illetve a megélhetés az mennyire fontos egy család életében. Ez a mostani 8 lakás, ami megépült, ez újabb 8 családnak ad lehetőséget, és ami indikátorokat váltunk, ez 32 fő lakhatásának a megoldása. Ugye ez majdnem a településnek az 1%-át jelenti. Nálunk nagy igény van ezekre a bérlakásokra, hiszen az elmúlt időszakban mi nem azok közé a települések közé tartozunk, ahol sorba húznák fel az újépítésű ingatlanokat, sajnos nekünk ezzel foglalkozni kellett. A 8 lakás elkészült, a jövő márciusban remélhetőleg be is költözhet a 8 család, illetve ugye emellett még megépítettünk a szegregált élethelyzettel rendelkező személyekre egy olyan szolgáltató házat, ahol akár a gyerekek tanulni tudnak, korrepetálásokat tudunk végrehajtani, és fűtött meleg helyen tudjuk őket képezni, illetve összeülhetnek a családok, illetve azokat a szociális dolgaikat elvégezhetik, amik ugye lehet, hogy az ott lakás körülmények között ez nem megadható. Jelenleg a településen ez közel 200 millió forintos beruházást jelent, ami ennek a településnek óriási nagy lehetőség, hiszen kormányzati segítség és az Európai Unió támogatása nélkül ezt mi nem tudtuk volna megvalósítani. Ugye itt két projektről beszélünk, volt egy beruházási projekt 200 millió forint értékben, ugye és további 200 millió forintot kaptunk a fejlesztésre, ami 3 évig tart, és 2021 márciusig mi ott leszünk ezek mellett, az emberek mellett. De úgy gondolom, hogy ez nem elég, hiszen rengeteg hátrányos helyzetű család van még Sárosdon, akit szeretnénk a munkapiacra elvinni, és ezek a családok megfelelő körülmények között tudjanak élni. Ezért én úgy gondolom, hogy ezt a programot majd még folytatni kell. Sajnos ez a település nem rendelkezik akkor adóbevételek, hogy ezt önerőből tudjuk úgymond finanszírozni, úgyhogy reméljük, hogy ez a politikai stratégia ez továbbra is szem előtt lesz tartva, és a települések mellé állnak, hogy segítsenek.
Ezek átlagosan 55 négyzetméter alapterületűek, két szoba, egy nappali konyha, fürdőszoba, külön mellékhelység található bennük. Ugye ez azért fontos, hogy ugye nem gondolkodtunk akkor a lakásokból, hogy több generáció tudjon beköltözni, hiszen a több generációs együttélés megszüntetésére is irányult ez a program, illetve hát amit főigazgató úr is hangsúlyozott, hogy ugye ez egy átmeneti megoldásnak kell, hogy legyen, hiszen ezeknek a családoknak rövid időn belül, amennyiben a megélhetésük ezt talál tudja támasztani, és a jelenlegi családpolitikai támogatásokat igénybe tudják venni, akár saját ingatlannal tudjanak rendelkezni. 8 lakást építettünk, tehát mindegyik ugyanarra a mintára épült fel, a település három különböző részén. Van egy 5 lakásos társasházunk, egy 2 lakásos társasházunk és egy 1 lakásos ingatlant építettünk. Remélhetőleg a beköltözők vigyázni fognak rájuk, és megfelelően fogják tudni ezeket hasznosítani. A bérleti díjakat még a képviselőtestület ugye ezt nem határozta meg. A pályáztatási rendszer ez most fog kialakulni, ugyanis januárban az az első dolga a képviselőtestületnek, hogy ezeket a lakásokat minél hamarabb ki tudja adni ezeknek a családoknak. Mindenképpen a legfontosabb szempontrendszer az az lesz, hogy munkahelyjel, tehát tartós munkahelyen rendelkezni kell, hiszen ugye nem lehet egy lakást ingyen odaadni, mert akkor nem fogják értékelni, illetve az nem segítség, hogyha ingyen adjuk, hiszen arra szeretnénk nevelni a családokat, hogy becsüljék meg, és ugye ingyen nem igazán lehet a lakhatást biztosítani. Ezáltal még a bérleti díjban sem határoztunk, azonban azt el tudom mondani, hogy a vályogházaknál egy olyan szociális rendeletet alkottunk, ahol egy alacsony bérleti díj mellett mi egy megtakarítást követeltünk meg, amit 4 évig kell ugye mondjuk egy lakáskassza vagy egyéb ilyen megtakarítási formába a bérleti díj X részét fektesse be a lakó, hogy ugye ez is már egy elindul és önerő lehet az önálló életkezdésre, de én úgy gondolom, hogy a 20-25 ezer forintnál magasabb bérleti díjra nem lehet számítani, illetve hát a lakások is úgy épültek meg, hogy a rezsiköltségek se legyenek az égben, tehát arra törekszünk, hogy azért egy normális fizetésből ezeket fent tudják tartani, és mellette még megtakarítást is tudjanak képezni, hogy az önálló életre el tudjanak indulni. Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a megye déli része, bár a felzárkóztatás útjára lépett, még mindig elmaradott. Éveknek, évtizedeknek kell eltennie ahhoz, hogy érzékelhető legyen a munka. Ezek a programok, amelyek esélyt adnak arra, hogy segítsünk a társadalmi felzárkóztatásban, és segítsünk azokon az embereken, akik magukon is akarnak segíteni és szeretnének segíteni, én azt gondolom, hogy ez az egyik legnemesebb feladat, és ez nem egy adott pillanatra jellemző, és egy adott pillanatban értékelendő tevékenység, hanem egy folyamatos, megújuló munka. Sokan azt gondolják, hogy ez a projekt ezzel, hogy megépült ez a ház, ez befejeződött. Sokkal inkább gondolom azt, hogy ez volt az első lépcsőfok, amire fölléptünk. Igen, azt mondhatom, hogy az első lépcsőfok, mert a fizikális megépítése az egy dolog, bár nagyon örülünk neki, és azt gondolom, hogy tényleg ez a projektnek a kezdete. De ami az elkövetkezendő években itt folyni fog, az lesz igazán az értékmérője annak, hogy ez a projekt hogyan és miképpen hasznosul. Hiszen nem kevés problémával küszködünk vidéken, itt Dél-Fejér megyében, és ezek a programok, amelyek esélyt adnak arra, hogy segítsünk a társadalmi felzárkóztatásban, és segítsünk azokon az embereken, akik magukon is akarnak segíteni és szeretnének segíteni, én azt gondolom, hogy ez az egyik legnemesebb feladat, és ez nem egy adott pillanatra jellemző, és egy adott pillanatban értékelendő tevékenység, hanem egy folyamatos, megújuló munka. Éveknek, évtizedeknek kell eltelni ahhoz, hogy ez a munka látványosság egyáltalán látható legyen, és érzékelhető legyen, és természetesen nem csak a társadalomnak azon tagjaira vonatkozik ez, akik itt fognak lakni, és akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik, és akikért ezt az egész programot elindítottuk, hanem a társadalomnak, a sárvárosi lakosságnak, a nagy többségének is felelőssége van, hogy ez a program sikeres legyen. Mert nem lehet másképpen. Ennek a programnak sikeresnek kell lenni, hiszen a társadalmi felzárkóztatásnak, mint egy Európai Uniós tagállamnak, vagy egy olyan országnak, amely európainak tartja magát, ez az egyetlen lehetősége. Nincs más út, nincs más lehetőségünk, de erre kérek mindenkit, aki a két oldalonnál nem egymással szemben, hanem egymás mellett,
válvetve kezdjük el, és ezek a projektek lesznek azok, amelyek bennünket igenis össze fognak kötni. Ezek nem féléves, egyhónapos, két éves programok, ezért a magyar társadalomnak nagyon sokat kell tenni. Ugyanezt a célt szolgálja majd az újonnan elkészült közösségi ház is, ahol a mosógép használattól az internet hozzáférésig minden elérhető az odaérkezők számára. A Csillagpontban 7 szociális munkás is dolgozik majd, akik életviteli, pszichológiai tanácsadást, sőt gyerekfelügyeletet is biztosítanak, de különböző programok is várják majd itt a sárosdiakat. Ez volt már az Esti Mérleg, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!